hogyan lehetséges, hogy a gazdaság 10 éves szárnyalása után, amelyre önök gyakran hivatkoznak, a magyar társadalom közel 20%-a szegénységgel küzd. Szomorú adatokat tartalmaz a KSA, a háztartások életszínvonaláról szóló legutóbbi kiadványa. 8 év csökkenés után újra nőtt a szegénységben, vagy a társadalmi kirekesztettség veszélyében élők száma 1.752.000 főre. Sajnos az sem változott, hogy a legnagyobb szegénységi kockázatot az jelenti, ha valaki romának születik. De a legmegdöbbentőbb talán mégis az, hogy 5 magyar gyerekből egy társadalmilag kirekesztett és veszélyeztetett, vagyis a gyerekeknek a 20%-a. A gyerekes háztartások ráadásul sokkal szegényebbek az átlagnál. Egyetlen családtípusban sem éri el az egyfőre jutó jövedelem az országos átlagot. A legrosszabb a nagy családosok helyzete, ők fejenként bruttó 116.250 forintból élnek. Látható, hogy a kormány családpolitikája nem ér célba, csak a tehetősebbeknek szól, valójában egy kudarc. Hiába emlegettek 2020-ban havi 400.000 forint feletti átlagkereseteket. Jól hangzik, de közben tavaly egy átlagos magyar ember havi bruttó 147.000 forintból élt. A társadalom egyik legveszélyeztetettebb rétege pedig az idősek, amin nem lehet csodálkozni, hiszen a kormány már az infláció követést sem tudja a számukra biztosítani. Az infláció drasztikusan nő, és azt látjuk, hogy a magyar társadalom is drasztikusan szakad szét. Azt kérdezem államtitkár úr, hogy szembesült-e a kormány ezzel a helyzettel, mit kíván tenni a társadalom és a nyugdíjasok helyzetének további elszegényedése ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rétvári Bence államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. A nyugdíjasok elszegényedéséről beszél. 2010-ben a súlyos anyagi nélkülözésben élők aránya a nyugdíjasoknál 16,2% volt, most 6,6 az ön által is hivatkozott kimutatás szerint. Az aktív kóroknál 23,3% volt, most 8. 18 éven alatt, tehát a gyerekek esetében 30,4% volt, majdnem minden harmadik gyerek ki volt téve a nélkülözésnek, most 11,3. Tisztelt képviselőasszony, a számok pontosan önt cáfolják. De megnézheti azt is ugyanezen kimutatás szerint, hogy mondjuk milyen változás történt azoknál, akik hiteltörlesztéssel vagy lakhatással kapcsolatos fizetési hátralékkal rendelkeznek. Az ő számuk 2010-ben 2.386.000 volt, most 1.094.000, ez azt jelenti, 1.292.000-re csökkent azoknak a száma, akiknek lakással, hiteltörlesztéssel kapcsolatos problémáik vannak. Akiknek nincs anyagi okokból kocsija. 2.288.000 fő volt, most 1.319.000 fő, 969.000-re csökkent ezeknek a száma. Ha megnézed, hogy mennyien nem tudtak elmenni üdülni, az ő számuk 6.483.000 fő volt 2010-ben, aki nem tudott elmenni üdülni, egy hétre sem. Most ez a szám 4 millió alá csökkent, 3.967.000, az azt jelenti, hogy 2,5 millióval nőtt azoknak a száma az ön által hivatkozott kutatás szerint, ami egy Eurostat egész európai felmérés, akik most már egy üdülést is megengedhetnek maguknak. És azoknak az arányát, ha megnézi tisztelt képviselőasszony, aki egy váratlan kiadást, itt ez a kimutatás körülbelül, amit ön idéz, 105.000 forintos kiadással számolt, tehát egy mosógép cserét, egy hűtőgép cserét, aki ki tud fizetni, ezeknek a problémás eseteknek a száma, akiknél nem volt erre fedezett, kevesebb, mint a felére csökkent. 7.200.000 főről 3.400.000 főre csökkent körülbelül. Tehát nem az a következtetés, amit ön mondott a számokból, hogy romlott 10 évvel a helyzet, hanem hála Istennek javult 10 évvel a helyzet, és ez annak köszönhető többek között, hogy 1 millióval több ember dolgozik, és sokkal kevesebb adót fizetünk. Köszönöm szépen. Viszont válasz egy percben. Hogyha ön már adatokat hozott, akkor néhány adatot én is hozok. Most 292.140 nyugdíjas él a szegénységi küszöbnél kevesebb jövedelemből. A nyugdíjasok esetében tovább nőtt a relatív jövedelmi szegénység, 11,1% után 2020-ban már 14,4%-os.
Ha a MÁK adatait nézzük csupán a nyugdíjakról, vagyis azt nézzük, hogy az állam mennyire segíti az időseket, akkor aztán tényleg tragikus a helyzet. 40 ezeren 50 ezer forintnál is kevesebb ellátást kapnak havonta. 50 és 100 ezer forint közötti ellátásba pedig 400 ezeren részesülnek. Összesen tehát 440 ezeren élnek 100 ezer forintnál kevesebb nyugdíjból, vagyis minden ötödik nyugdíja szegénynek számít. Tehát lehet bármit mondani, államtitkár úr, ezek a számok megdöbbentők, el kell menni az ember közé, és meg kell kérdezni a nyugdíjasokat, hogy mit gondolnak az önök nyugdíjas politikájáról. Köszönöm. Államtitkár úr, viszont válasza. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Ön mondhat számokat valóban, hogy a súlyos anyagi nélkülözésben mennyi ember él. De nem teszi hozzá, tisztelt képviselőasszony, hogy amikor elkezdtük a kormányzásunkat, mennyi ember élt ebben a helyzetben. Súlyos anyagi nélkülözésben. Tehát az előbb említett mutatók közül 3-4, ha az esetében igaz, akkor ez már ezt jelenti. A nyugdíjasoknak közel 12%-a élt 2010-ben, az Eurostat kimutatása szerint, most pedig 6,3%-a. Tehát közel megfeleződött az ilyesfajta nehéz helyzetben levő nyugdíjasoknak a száma. Rázhatja a fejét, tisztelt képviselő, hogy nem kitalálom ezeket a számokat, hanem az ön által idézett jelentésből olvasom ezeket a számokat. Ön azt mondja, hogy mennyire sok az a száma, ami most van. Mi azt mondjuk, hogy persze, mi ezt csökkenteni fogjuk tovább, de csak mi tudjuk csökkenteni. Mert ők mit léptek erre? Rezsit emeltek, az csökkenti, vagy növeli a szegénységet? Növeli. Elvették a 13. havi nyugdíjat, mi visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat. Az önök intézkedése csökkentette a nyugdíjasoknak a pénztárcájában levő pénzt, a miénk még növeli, tisztelt képviselőasszony. Ha önök visszakerülnek hatalomba, ezek a számok sajnos visszakúsztanak abba a magasságba, ahol 2010-ben voltak. Köszönöm szépen.